Akkor elkezdtük most reggel 9-től már egy rövid bemutatkozás után, normaképzés után az első edzésünk zajlik. Hát biztos, hogy nem lesz könnyű az első fel a felkészülésnek, nyilván ilyenkor a fizikai képességek, az állóképesség fejlesztés van előtérbe helyezve, ez a nehezebb része a felkészülésnek, de én úgy látom a lányokon is, hogy a kellő motivációval rendelkeznek, legalább akkorával, mint én. A bajnokság szeptember 16-ai hétvégén fog kezdődni, egyből az első fordulóban egy nagyon komoly mérkőzést fogunk játszani a Kozár Mislen ellen, a fő riválisunk ellen. Hát lehet mondani, ez a sors fintora, egy teljesen új csapat, ott kell összerakni, ugye az én módszerem is új lesz, még a régi játékosoknak is. Itt talán nem a legideálisabb az, hogy az első fordulóban egyből a csúcsmérkőzéssel kezdünk, de ezt adta a sors, erre kell felkészülni. Én úgy gondolom, hogy adott a feladat, az első fordulóra csúcsformába kell legyen a csapat, ennek megfelelően dolgozunk majd. Nyilván edzőmérkőzésekkel tarkított felkészülési program, 8 felkészülési mérkőzést játszunk, majd edzőtáborba megyünk Celdömölkre. Tényleg minden feltétel adott, hogy egy sikeres évünk legyen. Ezt külön köszönet az elnökségnek, az elnök úrnak, kiváló feltételeket teremtenek másodosztályba, megfelelő feltételeket ahhoz, hogy bajnokcsapat legyen. És hát én talán az első napon ma nem felelőtlenség, hogy meg is ígérjem minden szombathelyi kézlabda barátnak, hogy lesz első osztályú kézlabda csapat a városba, bajnokságot fogunk nyerni. 2-3. Szombathely!